Mindenkit nagy szeretettel köszöntök. Ahogy Edit megkérte erre, hogy az apaságról beszéljek, akkor szembesültem azzal, hogy én ezen soha nem gondolkodtam. Ösztönösen éltem az életemet, és nem gondoltam, mert most próbáltam összeszedni etapokra bontva, hogy hogy is voltam én apa, meg hogy alakult, hogy zajlott le ez az egész 61 néhány év ilyen szempontból. És akkor arra jutottam, hogy nem csak a génjeimben örökítik át a szüleink a tulajdonságaikat, hanem a nevelésükben is, meg az életüket, ahogy elénk élik. És azt kell, hogy mondjam, hogy nekem is ez volt a legnagyobb impulzus, ami az apaság felé elindított, hogy látom, hogy egy nagy családban élünk, és én is így szeretnék élni. És az apám egy hatalmas tekintély volt számomra is, és meghatározó volt. Sok minden volt aztán persze az életem folyamán, amikor nem értettem egyet vele, vagy máshogy akartam csinálni, mert ő nagyon szigorú volt például. Aztán később ez is derült a családunknál, hogy a feleségem viszont hát eléggé elengedettem volt nevelve, szabadobban, mint mi. És ő ezért szigorúbban fogta a gyerekeinket, én pedig igyekeztem hát engedékenyebb lenni. Hát nem tudom, mennyire sikerült. Viszont az egy nagyon fontos dolog volt, hogy mi egy keresztény családban nőttünk föl. Éppen ezért nekem meghatározó volt, amikor még nem is voltam apa, csak készültem arra tudat alatt, hogy apa leszek, hogy én hogy néztem a lányokat. Én nem úgy néztem a lányokat, hogy csinos-e, vagy külső dolgokat. Az arcokat, szemeket figyeltem, illetve azt figyeltem, hogy gyerekekkel hogy bánik, hogy az öregekkel hogy bánik. Ez nekem meghatározó volt, és nekem nagy élmény volt az, hogy már gyerekkoromban, konfirmáció után mi az itteni fiatalokat ilyen gyermekbibliójába vezethettük. És nekem az egy fontos volt, hogy az első ilyen lépés volt, hogy kamasz gyerek, 14-15 éves gyerekként, kisgyerekek mennyire föltekintenek rám, vagy ránk. És az első megdöbbentő lépés még az apaság felé az volt, hogy az esküvőnkön édesapám adott minket össze, és a Galata levélből volt az idézet, amiből prédikált, az egymás terhét hordozzátok. És hát én ott voltam fülig szerelmesen, és rózsaszín volt a világ előttem, és akkor apám ilyet mondta, hogy az a házasság erről beszél, hogy ez egy iga lesz, amit hordozni kell, meg. És tényleg így volt, hogy ezt nap mint nap meg kell küzdeni. És ezt a szerepet, hogy én apa vagyok, azt is. És ez csak később, most így visszamenőleg tudtam rendszerezni, hogy is volt ez. Az embernek megszületik aztán az első gyereke, és hát ez egy, akkor kezdi, hát apának érezni már konkrétan magát, ugye, vagy innen számítjuk az apaságot, hogy na, akkor most már nem csak férj vagyok, hanem apa is. Hát én úgy voltam vele, hogy itt is sok, általában mindenben az életben nagyon vehemens voltam, illetve hát mértéktelen, mondjuk így inkább, ez jobb szó. Hát amikor megszületett Anna lányom, tessék? Igen, hát már megöregettem, megfáradtam. A lényeg az, hogy amikor a kislányom megszületett Anna, hát fölvettem kazettára, hogy gőgítsél, meg sír, és akkor bevittem a munkahelyre, és hát a kollégáinak mutattam, hogy így szól a gyerekem, hallgassátok. És egész napot bömböltettem, hogy gőgítsél, meg aztán mondták, hogy ezt már hallottuk, úgyhogy tegyem el. De hát így viszonyultam hozzá, hogy nagyon boldog voltam. Egyébként is ez a korszaka volt életemnek a legboldog. Nagyon szép gyerekkorom is volt, de ez, hogy amikor a gyerekek születek sorba és fölnőttek egész addig, amíg el nem kell letengednünk a kezüket, ez volt a legszebb korszaka életemnek. És mivel én tekintély elvű nevelést kaptam, ezt vittem én is tovább, nem olyan szigorom, mint apám, de itt meg kell említenem egy dolgot, hogy nagyon fontos a testi fenyítés idejében, mértékkel. Tehát az édesanyámnak volt egy ilyen mondata egyszer, hogy ha a kisgyerekre nagy gondot fordítunk, akkor a nagy gyerekkel kevés gond lesz. Még vissza kell térnem oda, hogy sajnos én a gyerekeim szülésénél nem lehettem ott, mert akkor még nem voltak lehetőség az apás szülésre, de nagyon fontos lenne, ha mindenki ott lehetne, mert egész máshogy értékelni a feleségét, mint anyát, hogy miken megy keresztül egy nő egy szülésen, vagy élethalál között van, stb. Ez nekem hiányzott, és talán ez kellett volna, hogy jobban becsüljem a feleségemet, és értékeljem a dolgokat, és ha bár ő szigorúbb volt, de mégis az én feladatom volt általában a fenyítés.
Hát tovább lépve, még a gyerekenevés, mint apa, úgy kellett részt vennem, hogy a gyerekeim tudtamon kívül is, hát mindenben az én véleményemre voltak kíváncsiak, meg akkor döbbentem meg ezen, amikor egy ilyen medárdos nyáron dörgött villámot, szinte egyfolytában. Kinyitottam az ajtót, kiültettem, akkor még két kislányom volt, csak kiültettem őket, és rajta jókat kacagtak, megint villámot, megint dörgött. Aztán ez egy hosszabb csend. Erre megszólalt az Imola, abu még! Jó, ez azt hiszi, hogy én dörgetem az eget, meg én villámot? Hát igen, ez van. Tehát olyan példaképek vagyunk a gyerekeink előtt, hogy azt hiszik, hogy mi vagyunk a minden, mi csinálunk mindent. Ez aztán nagyon, akkor már nagyon elgondolkodhatott, hogy hát az én véleményem nagyon fog számítani. És akkor nagyon igyekeztem is azon például, hogy az ízlésüket befolyásoljam, de ne durva módon. Például abban az időben mentek ezek a rajzfilmek, hogy a rózsaszín póni, meg ilyen szivárványhajú pónilú, meg nem tudom, és akkor nézték a Walt Disney mesefilmeket, és akkor mondta a kislány, hogy ugye milyen szép, ment a reklám. Hát és én csak így elfintorítottam az orromat, és hát a valóságban nem így néz ki egy pornó, ezt kimentem. És aztán hallottam vissza másoktól, a többi gyerektől is, hogy már egymásnak mondogatták, hát ez nem is ilyen az igazi póli. Tehát, hogy így lehet indirekt módon, vagy nem direkt, nem erőszakos módon nevelni, viszont az nagyon fontos volt, hogy amit otthon tapasztaltam, hogy lelkileg is foglalkozni kell a gyerekkel. És itt van a nagy hiba, a mai családoknál úgy látom, hogy beíratjuk mindenféle foglalkozásra a gyereket, de mi személyesen nem foglalkozunk. És én ezt próbáltam követni, amit édesapám is csinált, hogy reggel általában én csináltam az uzonát a gyerekeknek, fölcímkéztem, mert az egyik a mustárt szerette, a másik a ketchupöt, és akkor ráírtam nevét, kis szívecske, nyilacskával, és akkor hogy érezze, hogy szereti az ember, olyan viszonyban, olyan helyzetben voltunk nagy tartsán, hogy háromszor tudtuk elintegetni az iskolában menőket, mert kimentek az utcára, elintegettük, jöttek az utcán az iskolában, ott is elintegettük, bementek az iskolába, és a folyosón még integettünk. Úgyhogy, tehát megvolt ez a szoros kapcsolat, de minden reggel úgy indultunk el, hogy egy reggeli imádságban meg pár szóval beszéltünk, és minden este összejöttünk, és mielőtt a mese szóba kerülhetett volna, vagy a diavetítés, előtte elolvastuk egy igét, és arról beszélgettem nekik, vagy beszélgettünk. És ez a férfi feladata, de erről majd a bátyám fog beszélni, mert ő a Biblia szempontjából fogja az apaságot majd tárgyalni, hogy a család apjának kell lenni, a család apjának, tehát magyarul azt jelenti, hogy lelkileg az én feladatom lesz, hogy vezessem a családot, és megmondjam a helyes utat, és nekem viszont valakire kell figyelnem, Istenre, és ezt megélni a gyerekeket úgy, ahogy azt én láttam édesapámnál. Hát ez nagyon nehéz dolog, mert jönnek mindenféle eltérítő dolgok, hogy ez ne így működjön. A lényeg az, hogy másik oldala pedig az volt, amit ma nem csinálnak a szülők, hogy kötelességtudatot kialakítani a gyerekekbe. Tehát nevelni arra, hogy hát valamit ő is tegyen, ne csak én ugye előkényeztettem őket, mert a hétvégén otthon voltak, akkor ágyba vittem nekik a reggelit, de annyira vehemens voltam ebbe a szeretetbe, hogy azt hittem, hogy ezzel jót teszek. Hát a lényeg az, hogy bevezettük egy időbe, hogy már nagyobbak voltak, hogy voltak feladatok, és ezekért lehetett gyűjteni pontokat, és akkor volt hétvégén egy kis szelence, amiben cetlére föl voltak írva, összetekerve különböző dolgok, hogy csoki, egy Balaton szelet, egy nyalóka, egy ez meg az, egy óra apuval, egy óra anyuval, és a gyerekek mindig erre vadásztak, hogy majd ők azt húzzák ki, úgyhogy már összegyűrték a papír szélét, csak hogy lássák, hogy ezt akarja kihúzni. És nagyon fontos volt az, mert ugye jöttek haza, mondjuk mélyen az iskolába egyszerre, és akkor nekem így szemlerelni kellett, mert egyfolytában beszélni, hogy mi történt vele. Úgyhogy hát ezzel megoldódott az a dolog, hogy akkor el tudtunk menni, akkor többi az kizárva, csak mi ketten személyesen beszélgettünk, vagy vagyunk együtt, vagy játszunk, vagy csinálunk valamit. Aztán a másik dolog, ahogy nőttek a gyerekek, akkor rádöbbentem arra, és én hát filmeztem, és egy nagy ilyen családos jelgyű filmeket is csináltam, és ott is volt egy édesapa, akinek 14 gyereke volt, és a 5.-6. gyerek után döbbent rá, hogy hoppá, hát én nekem
itt felelősségem van. Tehát nem hagyhatom csak az anyára ezt a gyereket, de nekem munkahely van, meg dolgozok, hanem nekem is aktívan kell részt vennem a gyerekeknek a nevelésében, a foglalkozással. Hát ezért eldöntöttem, hogy minden szombaton a négy gyerekek körbe mentünk a folyóba sétálni, és akkor addig a feleségem pihentett, és akkor ebédre hazaértünk, és úgy tettük a sétákat, följöttük a tessedik, elmentünk a laktanya fele, el a Szentvégbe, és ott volt egy söröző. És akkor bemegyünk a sörözőbe, a gyerekek kaptak egy ropit, megittak egy szörpöt, én meg egy korsó sör. Aztán hazajöttünk. Na most jött a másik dolog, hogy behordtam őket a munkahelyemre. Hát ebből is aztán egy olyan szituáció alakult ki, hogy a Máté fiam még nem volt iskolás, de már a betűket ismerte. Ülünk a tömbött villamoson, átadják a helyet a gyerekkel, vagy ő nem beviszi a kisgyereket, ja, itt az apuka, aztán viszi a gyerekét. Hát megáll a villamos, szóval látom, hogy Máté nézi a kirakatokat, meg a föliratokat, és akkor elkezdi, hogy s, ő, z. Apu, mikor megyünk már a sörözőbe? Képzeljük a teli villamos, mindenki nézte, kisgyereket hordom a sörözőbe. Aztán, hát ez, és hát ugye a többi gyerekkel is voltak ilyen sztorik, hogy bevittem a munkahelyemre, és akkor megyünk befelé, hogy csengem, mindenkinek köszönjük, meg arra neveltem, hogy gyerekek, megyünk, valami mindenkinek köszönjél. Menjünk, és akkor mehet a kezdi sokan, és mondom, csengem, nem kell mindenkinek köszönni. Jó, akkor hazafele kért egy patolókatott kukoricát. Akkor végigment a metron, mindenkit végigkínált. Jövünk kifelé, jönnek a szembeülő konok és kínálja, és akkor azt mondja a néni, hogy hát köszönöm szépen, aranyos van, de nem kérek. Azt mondja, hát jobb is, mert olyan kevés van, és ott van még van három testvére. Az ugyanővel volt egy ilyen kellemetlen szituáció, hogy felszállunk a buszra, és egy vakbácsi felszáll mellénk. És hát ilyen eléggé torz arcot, vagy morc arcot vágott, és akkor a Csenge jó hangosan kérdezi, mérges vagy, bácsi? Mérges? Ez a vak ugye nem tudta, hogy neki beszélnek. És akkor hát csak nem hagyta a gyereket, de oda sugom a fülébe, hogy vaka bácsi. Erre jó hangosan, vaka bácsi, mérges vagy? Ugye kellemetlen szituációk voltak ebből is. Tehát meg kell gondolni, hogy apa elviszi a gyereket a sörözőbe, és ha ilyen szituációkat hogy tudja levezetni. Na hát most aztán jön egy még nehezebb korszak, a kamaszkor. Hát ugye mindannyian voltunk ebben, vagy végigjártuk ezt, és tudjuk, hogy milyen szélsőségek között mozognak ilyenkor a gyerekek. De én meg akartam tartani ezt a rendszert, hogy azért reggel este együtt vagyunk. Hát ez, ahogy az első gimis elmegy, akkor fölborul, mert nem tudunk összejönni, mert egy korábban megy, később, és stb. Ezért gondoltam, hogy nagyot, jó, majd megoldjuk ezt a problémát. Szombatonként, amikor együtt vagyunk az asztal között, és ebédünk, és nagyon fontos a hétvégi asztal közösség, hogyha hétközben nem is tudunk, és akkor szépen körbe vagyunk, és mindenki elmondja, hogy na mi volt vele, hogy volt mi. Hát úgy unták, és nekem egy év kellett, mire rádöbbentem, hogy ezek a gyerekeknek nem. Az, hogy ő magától jön, és akar mondani valamit. És én meg erőltettem ezt a dolgot. Tehát itt is sok mindent elmondottam, de hát van azért valaki, aki ezt aztán rendbe fogja tenni. Aztán a következő számomra tragikus dolog volt a párválasztás, amikor elérkeznek oda a gyerekek. A pályaválasztásúban nem szóltunk bele abszolút, meg az úgy ment a maga útján, de hát én brutálisan beleszóltam, hát első lányom, hát egy ilyen gyerek fog elmenni, hogy ezt fog udvarolni neki. És hát sokkal próbáltam lebeszélni a gyerekekről, persze ezek olyan kis szerelmek voltak még, meg nem tudom, és de ezért csak a nagy lányom beleszeret egy utca gyerekbe. Ez a fiú, mire megszületett, már az apja nem élt, hárman voltak egyébként testvérek, és a mostoha apja szinte elpofozta otthonról, úgyhogy hát, és ilyen falfirkás lett, ez volt a szignója, hogy SH, Kera SH, mert Géri Péter volt, és SH street huligán. Tehát ő már ezt vállalta. És az elképesztőbb helyeken láttam, mit tudom én, a firkáidban, a metró alagúttól kezdve mindenhol, ezt Kera SH grafit, vagy tag, vagy nem tudom micsoda. És akkor Anna lányom egy interneten fölkereste ezt a srácot, mert hogy te vagy az a Kera SH, akire az öcsém úgy oda van. És akkor így kialakult a kapcsolat. Hát én teljesen magam alatt voltam.
hát most mit csinálják? Próbáltam lebeszélni a lányt, én is, vagy Anna, hát neked egy értelmes gyerek kell, meg nem egy, vagy egy férj kell, nem egy ilyen gyerek, és Anna nem tágított. Bármit kezdtem, és itt ez nagyon nagy figyelmezet, hogy többet ilyet ne csináljak, hogy én így beleszólok, hogy imádkozhatok érte, vagy nem tudom, de így direktbe beleszól egy ilyen már felnőtté váló embernek az életébe, és akkor csak duzogtam magamba. 5 évet udvarolt neki ez a fiú, úgyhogy ebből kb. 4 évet ő Moson-Magyarván tanult, az Anna lányomhoz meg már elvégezte a főiskolát és lenvésztőn tanított, és többnyire csak leveleztek, ritkán találkoztak, és ez az utcagyerek ma a 8. gyerekét pelenkázza. Pelenkázza szó szerint. És én, hát következő lányunk az pedig hamarabb ment férhez, és hát ugyanúgy, mint minden más alkalommal készülöttünk, nagy izgalommal, most esküvő, ez volt az első esküvőn, és hát Erzsébeten volt, elmentek a kocsival, és amikor vége van az esküvőnek, a lanzinak, akkor mind máskor, és nagy gyerekek, most már beszállnak a kocsiba, indulunk haza, akkor megdöbbenek, Imola, hát te már haza se jössz. És ezt majdnem, hogy sírva fogadtam, mert akkor esett le, hogy hoppá, elveszítettem ezt a gyereket. Hát aztán a vejek menyeknek a megszokása, és elfogadása így nagyon fontos kérdés, és az is, hogy ebből mit osztunk meg a gyerekeinkkel, akár a hátuk mögött, vagy akár velük szembe is. És itt nekem az volt a nagy élményem, hogy a Máté fiam az első lány, akinek udvarolni kezdett, nekem most volt a fényképet, és mutatta, mit szólok hozzá, és akkor nagyon visszafogottan próbáltam csak mondani, az lány eléggé a politikában van benne, pozitív, meg nem tudom, de az, hogy egy randira azért nem jön el, mert párgyűlésre megy, vagy nem tudom, hát nem csak így dalmentáltam ezen. Akkor jött a következő, hát figyelj, ez egy eléggé ilyen hedonista ez a lány, ahogy elmesélte, hogy elmennek ide-oda, meg hogy viselkedik, és elmondtam, hogy nekem is volt egy ilyen udvarlásom, ahol évekig ezen szenvedtem, hogy nem tudtam nemet mondani a lánynak, mert azt hittem, hogy én megfogtam a kezét, mert megfuszítottam, akkor most már itt a faluban látták, hogy meg én most hogy szakítok ezzel. És akkor azt mondtam neki, hogy figyelj, ismerj meg számtalan lány, barátkozz el vele, minden, és már megismerted, hogy ki lesz az. És akkor a harmadik lány, akit bemutatott, az egy olyan lány volt, akinek előzőleg elmesélte, hogy mindenben a Mátéra bízom magát. És, de ebben a megható nekem az volt, hogy a Máté nem... Tehát ő várta, hogy én milyen véleményt fogok mondani erről a dologról, és mai napig azt hiszem minden gyerekünkkel így vagyunk azért, hogy tehát őszintén tudunk beszélni kényes kérdésekről is. Tehát itt most jön egy másik konfliktus, hogy ezt a új családot és a nevelésüket, meg magukat az unokákat, hogy fogadjuk el. Ebben is nagyon sok küzdelem van mai napig, és hát, hogy szigorúbb, engedékenyebb, de hát minden gyereknek más a habitusa, és akkor vissza kellett, hogy gondoljak, hogy az én gyerekeim is egész más volt, az Anna, más, Imola, Máté, Csenge, mindegyik más volt, és ezekhez a dolgokhoz azt hiszem, hogy mindannyiunknak Istentől kell bölcsességet kérni, hogy ne roncsunk, ne ártsunk, hanem előre tudjuk vinni, és majd a végén fogunk énekelni egy éneket, hogy nekünk honnan kell ezt a tanácsot kérni, egy egyszerű kis kánon.